Kedveld te is az Építek magazin Facebook oldalát, és értesülj azonnal legújabb tartalmainkról! Két új rendkívül innovatív téglatermékkel jelent meg a hazai piacon az egyik meghatározó téglagyártó cég. Az eddig soha nem látott vastagságú 50 cm-es vázkerámia egyszerre két verzióban került a kereskedésekbe. Az egyik verzió az úgynevezett klímatégla, mely nem tartalmaz hőszigetelést, a másik pedig a termóverzió, mely 35 cm-es a téglába integrált szálas szigetelést tartalmaz. Ez a két termék alapvetően arra hivatott azoknak a megrendelőknek, akik nem szeretnék kiegészítő hőszigetelést a falukra elhelyezni. Ezek a termékek már erre természetesen alkalmasak. Az egyik egy önmagában hőszigetelő anyag, a másik pedig egy kőzetgyapottal kitöltött anyag. A Wienerberger kínálatában régóta elérhetőek a klímatéglák. Ezek az okos téglák arról nevezetesek, hogy különösen jó a hőszigetelő képességük. 2019-ben emeltük a tétet és bevezettük a Porotherm 50 klímatéglát. Ezzel egy 50 cm vastag téglafal hozható létre, ami kiemelkedően magas hőszigetelő képességű, és amellett, hogy nagyon magas a hőszigetelő képesség, igazi fenntartható otthon hozható létre ezzel. Ennek két oka van, ugye nem szükséges utólagos hőszigetelés, nem kell műanyagba csomagolnunk magunkat. A másik pedig az, hogy a nagy hőtároló tömeg lehetővé teszi azt, hogy egy kiegyensúlyozott, egészséges lakóklíma jellemezze az otthonunkat. Az 50 termóprofi, a másik termék, amiről beszélünk, azért egy kiemelkedően jó anyag, hiszen 36 cm-nyi kőzetgyapot sikerült bele integrálni magába a termékbe. Hogyha valaki a falára amúgy is 36 cm kőzetgyapotot tenne fel, mert mindenki elképesztően innovatív gondolatnak tartana, mi ezt annyival fejlesztettük tovább, hogy ezt már a falon belül helyeztük el, és így már egy stabil külső kerámia kérget kap két oldalról a megrendelőnk. Kíváncsiak voltunk arra is, mi alapján választotta az építető ezt a terméket. Krisztián elmondta, hogy a tavalyi Konstrumán látta először az 50 cm-es téglát. Alapos internetes kutakodás és a tervezővel történt egyeztetés után született meg a döntés, 50 cm-es termotéglából építik meg a család új otthonát. Riketszel volt ugye hagyományosan az első ötlet, de mindig is zavart minket, hogy ez kopog, zörög, behorpad, kikaparja a kutya, beleköltöznek a bogarak, bármiféle probléma lehet vele, és a hagyományos falszerkezet sokkal közelebb állt hozzánk, így mikor láttuk, hogy létezik ez a tégla, rögtön kerestük ezt a lehetőséget, és megpróbáltuk, hogy ebből legyen tervezve is már az épület. Tetszett a gondolat, mert amúgy egyébként a kerámia termékekből szeretem tervezni az épületeimet. Őnála az volt a kifejezett kérés, hogy külső oldalon lehetőleg ne legyen felragasztott szigetelő réteg, egy anyagból készüljön el a fal, homogén szerkezet készüljön. Elsősorban mindenképpen a kiváló hőszigetelést várom tőle, lehetőség szerint hőhídmentes épületet szeretnék kapni, ahol belül mindig jól érezzük magunkat. Ez nagyon jól hangzik, de adódhat a kérdés, mennyibe kerül mindez. Versenyre kelhet árban is a hagyományos vastagságú és utólagos hőszigeteléssel ellátott falazat költségeivel? Igen, mindenképpen érdemes alaposan átgondolnunk, hogy milyen téglából építjük fel a falat. Még a ma legelterjedtebb falazási technológiánál egy nagyon összetett folyamatról van szó, hiszen téglából falaznak, utána egy légzáró vakolattal látják ezt el, majd arra kerül az utólagos hőszigetelés, dűbelezés, hálózás. Addig ehhez a ponthoz elérhetünk sokkal egyszerűbben, hogyha mondjuk termotéglát választunk, hiszen elkészül a mesterünk a falazással, kívül belül vakolunk és kész is a fal. Ha minden mellett figyelembe vesszük azokat a plusz előnyöket, amit egy ilyen falazat nyújt, mint például, hogy lélegzik az otthonunk, nem vagyunk műanyagba csomagolva, hogy egy egészséges lakóklíma jön így létre, akkor mindenképpen igen a válasz. Egy ilyen terméknél azért a habarcs hézag, mert nagyban rontaná a falaknak a hőszigetelő képességét, ezért is kell mindenképpen a profi technológiát alkalmaznunk. Ennek megfelelően nagy precizitású első sor kitűzést kell elvégeznünk, de utána gyakorlatilag a tégla lényegében magát falazza, olyan gyorsan lehet vele haladni, úgyhogy kifejezetten más technológiai plusz nem kell már figyelembe venni.
Minden kivitelezőnek, illetve megrendelőnek van lehetősége arra, hogy a Wienerbergertől ingyen és bérmentve egy szolgáltatást vegyen igénybe, ami egy mintaköműves szolgáltatást foglal magában. Kijövünk az első sornak és a nagy precizitású munkafolyamatnak az utolsó lépéséig, végigmutatjuk a kivitelezőnek az építés helyszínén azt, hogy milyen technológiai folyamatokat kell elvégezzen. Ez teljesen egy ingyenes szolgáltatás.